Szia, Emikó vagyok. Imádok legózni, kiegészítőket csinálni, amiket hordhatok. Ma Miának fogok készíteni néhány apróságot. Ez a legjobb benne. Átnézem a kockákat, és átgondolom, mit szeret, mit hord, milyen színt kedvel. Nagyon szeretem, hogy mindig nála van a hátizsákja, ezért ez lesz a kiinduló pontom. Itt van ez a kis mentőcsónak. Már most olyan, mintha egy állatpofia lenne. Mégis milyen állat lehetne? Talán egy róka. Mi lehetne a róka szeme? Ez olyan, mint két szem. Lehet, hogy nem lesz egyforma. De nem baj, én nem ragaszkodom hozzá. Így sokkal érdekesebb lesz. Ezen láthattok néhány ötletet erdei állatkákra. Ez a kiinduló pont. Amikor ránézek a legóra, olyan darabokat választok, amik hasonlítanak ezekre a képekre. Kell egy fekete orr. Ez pont olyan, mint egy orr. Tökéletes. A képeket elnézve, elég sok itt a fehér. Kell egy kis fehér a pofiának. Most megcsináljuk a hátulját, mert teljesen kizárt, hogy így feltegyem. Ez szuper lesz. Igen, átfűzünk rajta egy szalagot. Kész is van. Készítettünk egy rókát. Lássuk, hogy mit csinálhatunk még. Hé, csináltam nyuszit. Mit csináljak még? Békát, legyen egy béka. Haha, nagyon cuki. Tegyük ezeket az állatkákat mi a táskájára. Hova tegyük a nyuszit? Ez elég nyuszis, mint egy nyuszi láb. Rakjuk ide mellé. Ki jön? Mondjuk a breki. Itt tökéletes lesz a béka. És az utolsó, a róka. Jöjjön középre a virág mellé. Most ti készítsetek valami különlegeset a legjobb barátotoknak. Te mit tudsz alkotni? És ne feledd megosztani a barátnőiddel. Viszlát!